Szép jó napot mindenkinek, epizód 29. Na most, ugye ígértem, hogy felütőnek kívül én dolgozni fogok. Hát dolgoztam, meg is mutatom, mit csináltam itt át a méheknél. Ha nem estem volna ki a házból, mondjuk az úgy megköszöntem volna. Főleg úgy, hogy még nincs is bejárat, mert nem terveztem nagyon, hogy ki meg be fogok járkálni. Mindegy, hát akkor most bevágom magam. Amúgy ezt csináltam, tehát ilyen kis akármi. Így néz ki a dolog. Tehát ugye ez a rész itt már téli, ez a rész itt még normál. Tehát direkt ezért csináltam itt ezt a kis átvezetés, hogy itt legyen téli. Üveg a tető, ugye, mert a méheknek napfény kell. Meg azon kívül nem igazán csináltam semmit. Ablakok nincsenek, mert hogy minek, nem kell nekem kilátni. Hát hagyjuk már. Jó, és akkor a mai részben őket szeretném automatizálni egy kicsit. Na most ehhez létrehozok, igazából menjünk vissza és ott hozok létre pár darab iron chestet valószínűleg. Nekem az kéne most, hogy tudjam hol tárolni a mindenem. Kettő kezdésnek valószínűleg elég, bár ha nem, akkor bármikor tudok még csinálni. You can with me. Az inventory most egy kicsit káosz, de mindjárt. Van egy a target gate-em és ennek is majd célja lesz mindjárt. Ja, majd volt vasam, oké. Okay. Semmi krom. Még valami? Hát pár darab wooden pipe, meg ilyesmit. Tehát felkészülök most a automatizálásra. Valahogy az lesz ma. Wooden transport, meg mi kéne még? Kéne még sima transport pipe is, nézzük meg, van-e? Hát kevéske, szóval még csinálnák némi kőből. Az úgyis van végtelen utánpótlásban. Oké. Nagyon-nagyon gyorsan ezt megcsináljuk. Nem tudom mennyi fog. Vagy van arany esetleg? Még lehet, hogy használnám azt is. Hát egy arany. Használjuk inkább aranyat? Why the hell not? Oké, használjuk inkább aranyat, mert úgy abból is van annyi, mint a rohadás. És ráadásul gyorsabb is, szóval abszolút megéri. Szerintem legalábbis. Oké, na, most már mehetünk át. És akkor az a terv, hogy alatta fogok dolgozni. Mondjuk tegyük fel, lesz két chest, itt meg itt. Tegyük fel most, csak tegyük fel. Aztán én egy a target gate-tel kivezetném innen a cuccost. Szépen el a föld alatt. Ja igen, itt már instabil a föld, oké. Ez egy valami, amit nem kéne elfelejteni. Át erre felé. És akkor szépen be a chestbe legalábbis. Ez lenne az eredeti terv igazából. Tehát, hogy valahogy igazából a kettővel a föld alatt, hogy ne látszódjon. Így. És akkor tenek tudok oda tenni? Nem. Jó, akkor így, csak most megint nem fog tenni bemenni, és sokat kell vágynom a falba. De It's okay. Lehet, hogy kéne egy ajtó. Talán tudom, hogy csinálok egy ajtót, csak hogy mindenki boldog legyen, és ne kelljen folyton itt járkálnom össze-vissza, hogy esetleg portál is kívülre rak, vagy valami ilyesmi. Ajtó. Hol lenne jó egy ajtó? Mondjuk itt ezen az oldalon lenne jó egy ajtó. Ugye? Azt hiszem. Ja, mert itt felsz. Oké, itt lesz az ajtó. Így. Tehát. Igen, ezt visszafedem, mert már nem kell. És akkor ide egy a target gate-et. És akkor azt mondom ennek, hogy ha response signal off, akkor energy pulsar. És akkor itt elméletileg ki tudja húzni mindent a queenekkel együtt. Csak most az a baj, hogy azt lehet automatizálni azt is amúgy, hogy a méhek visszamenjenek, tehát ilyen loopba visszamenjenek, csak az a baj azzal, hogy mert van ez a APR spike, ezt most megmutatom. Hol van? Igen, itt van ez az APR spike. Na most ehhez viszont propolis kell. Propolishoz pedig ilyen stringy comb, vagy silky propolis kell, ehhez pedig silky comb, amihez pedig tropical, vagy exotic, vagy meg egy csomó minden igazából. Sőt, ugye tropical, az mondjuk pont az a dzsungel.
Amit meg nem fog tudni. Na, az hogy oldom meg? Ha muszáj lesz dzsungelbe, az a baj. Aha. Hát ugye dzsungelméhekkel tudnám csak automatizálni ezt a rendszert. Biztos? Nem lehet máshogy, véletlenül? Na, visszamegyek a bázisra, hát ha lehet gyémánpipokkal is megoldani. Bár amikor legutoljára néztem, még nem lehetett. De történhetnek csodák, ugye? Na, szóval, hogyha én kíváncsiságból megkérdezem ettől, nem jó. Mondjuk, tegyük ezt ide. Így. És akkor mondjuk megmondom neki, hogy ez Meadows, igen. Tehát megmondom neki, hogy ez a fehér, tehát a fehér felé megy a Meadows, és a drone, csak most nincsen drone. Mindjárt lesz. És a drone. Most ez így működni fog, és akkor én ezt így visszavezetem. Ez így működik? Én nem tudom, azért kérdezem. Mindjárt kiderül, amikor ez megpusztul. Na várjatok, erre most én tényleg kíváncsi vagyok. Hogy ez így most működni fog-e. Ja, fakszik, komolyan most esteledik be, akkor a világ szeme rajtatok áll. Jó, nem baj, alszunk gyorsan. És ez akkor nagyon jó lenne, ha működne, mert akkor nem kellene ilyen hülye APR-is cuccokkal foglalkozni. Pipe-okkal. Na, most már boldogok vagytok. Tehát. Csak nem tudom, ugye ennek az IP-je változik, szerintem folyton. Bár, nem tudom. Közben ezek hogy állnak? Majd ezt is ugyanúgy automatizáljuk, mint azt, csak egyenlőre egy a target gate-et csináltam. Szóval egyenlőre ez a tesztalany. Hogyha ennél működik, akkor ugyanezt megcsinálom a fagyosoknál is. Tehát. Mindjárt kihalnak. És ugye minden más, ez nyilvánvalóan be fog menni ide, ami előbb-utóbb centrifuga lesz, meg squeezer, meg mit tudom én. Nem egy ilyen 1.0-ás automatizálás lenne. Halljál már ki gyorsabban, na. Oké, nagyon jó, kihaltak. És most? Működik! Ez az, nem kellett az APR is pipe. Na, ez nagyon jó. Na látjátok, ezt nem is sejtettem volna. Csak mi van akkor, hogy ez megtelik? Hoppá! Mert ugye drone-ból sokkal több jön, mint Queen-ből. Mi van akkor, hogyha ez megtelik? Aha. Ezt majd ki kell találnom, hogy mi van akkor, ha ez megtelik. Jó, ezt nem tudom, ezt hogy kitalálom, mi lesz, hogyha megtelik. Csak egyelőre még úgyse fog, tehát még ez egy ideig így fog menni. És nem kaptam semmi mást. Tehát az ideig ez még így fog menni, tehát csak egy előbb-utóbb meg fog telni a drón. És akkor ugye itt fognak kipattogzani az oldalán, és akkor majd arra is ki kell találnom valami alternatív megoldást. De ez még nem most lesz, szóval nem is zavartatom magam. Egyelőre. Oké, na most kéne nekem még egy a target gate. Na most az a baj azzal, hogy az egy pain in the ass, tehát ilyen... Ja, meg innen felszettem a létrát amúgy, mert úgy is van ez, szóval. De ez apró változtatás, gondoltam. Igen. Szeretnék még egy a target gate-et. Lehetséges? Biztos lehetséges, ha én mondom. Új, egyet csinálj, aztán majd egy olyat is. Ez még nem most lesz kész, mert ez nagyon lassú. Meg egyrészt elég energiánk sincsen, szóval ezáltal még lassabb. De mondjuk kék lézerekkel tud menni, ami a legmagasabb fokozat, szóval végül is. Nem olyan rossz az. Oké, nézzük meg addig, amíg az elkészül a Juju Matter gyártás, mert van 7. Ami azt jelenti, hogy lehet még egy iridiumot csinálni. Aha. Oké, egy iridiummal közelebb vagyunk a célhoz. Ez sosem rossz. Oké, van valami ércakóritól? Biztos van. Ja, csak most nincs inventory helyem azt megnézni. Vagy betenni, akármit csinálni vele. Van itt egy virág, ez valószínűleg ez rossz. Tehát ezt vissza kell tennem. Ide mondjuk. Ugye ezek szintén csinálnak automatikusan virágokat. Ja, ezt például nem én tettem ide. Vagy körbeépítettem? Az is lehet, hogy körbeépítettem. De úgy tudom, hogy a méhek csinálnak így maguk körül egy idő után automatice virágokat. Nem tudom. Ezek is mindjárt itt kihalnak. Lehet, hogy el kéne kezdenem ezeket mysticalokkal. Egyelőre win, és akkor ja. Ja, meg a mutáció lesz még egy érdekes kérdés, hogy esznek a tartalmát, ugye fejenek a tartalmát úgy, hogy mutálok,
folyamatosan változtatni kell. Nem baj, mint mondtam, a mutálás is majd később lesz, csak egyenlően szeretnék egy jó kis méhtartalékot, mielőtt elkezdek mutálni, nehogy baleset történjen véletlenül. Oké, akkor ez itt megy. Na most ide kell nekem Squeezer és Centrifuge. És ilyenkor jön szóba az, hogy én még pár részsel ezelőtt csináltam fölösbe egy teszelektet, az még megvan? Meg. Na ez most fog jól jönni. Mondtam én, hogy egyszer jól jön. Na az most lesz. Egy Energy Tesseract. Meg kanduitok vannak, mert ugye olyan sok az energiánk, hogy három kanduit, ez szerintem elég. Jó. És akkor már ide is kell majd elektronika, és azt akarom. Na ide belakom a méheket. Egyenlőre. Ide pedig ezeket. Egyenlőre. És akkor... Aha. Ugyan kéne. Igazából nem rakom be ezeket, mert ennek a helyére kellene majd a Tesseract. Vagy a izé, Centrifuge, vagy Squeezer, vagy mit tudom én micsoda. Centrifuge vagy Squeezer? Ezt nem tudom igazából. És ez egy jó kérdés. Mindegy, az a lényeg, hogy az Energy Tesseract az biztos, hogy ide jön, amit rákötök a hálózatra, és receive only. Nem mintha számítana, de azért na. És csak jó, hogy csináltam egy ajtót, mert most például megint jól jön. És akkor... Szerintem ennek a chestnek a helyén lenne a Squeezer. Nem a Centrifuge. Igen, a Centrifuge, biztos vagyok benne, hogy Centrifuge. Várjunk. Én most már teljesen bizonytalan vagyok önmagamba. Squeezer vagy... De ez minden más, nem? Tehát mindig más. Azt hiszem. Ez még egy valami, ami miatt később aggódnunk kell. Ah jó, akkor egyelőre nem variálok. Egyelőre rakok ide külön egy centrifuge-ot, és akkor majd egyelőre manuális lesz, és akkor majd ezt is kitalálom valószínűleg, hogy hogy legyen. Na most ide jönne egy centrifuge, amit valószínűleg otthon gyorsan megcsinálnék. Oké, megyünk haza akkor most egy kis időre. Csak azért, hogy csináljuk egy centrifuge-et. Az mi? Egy centrifuga mibe kerül? Rengeteg bronz és réz. Oké, van bronz és van réz. Egy bronz hiányzik természetesen. Miért is ne? Akkor... Így és egy darab tin. Alkot pár bronzot. Konkrétan négyet. Oké, és akkor pár darab rész, igazából 6. 4-5-6. Oké, meg két üveg, de az meg van kéznél. Szóval amiatt nem aggódunk. Szóval akkor egy ilyen sturdy casing. És akkor mehet a centrifuga nagyszerű. Időben órában lesz egy squeezerünk is, csak nem tudom. Oké, és akkor ebbe mehet bele ez a sok szar. Aha. Ja, jó lesz ez így. Ja, mert várjatok, ez a honey drop, ez kell a squeezerbe. Érdekes. Tehát, hogy én most azt mondom, hogy ez mégse ide jön. Mégse. Mert szerintem most átgondoltam igazából, mert ami a méhekből kijön, az első lépésre mindig a centrifugába megy. Szóval vannak ezek a honey dropok, ami már a squeezerbe kell, de az még azelőtt van, vagy azután van, mielőtt megcentrifugáltam. Szóval ezt végül is tényleg ki lehet cserélni egy centrifugára. Csak az a baj, hogy annak felül van az inputja, nem? Szintén felül van annak az inputja. Jó, akkor megcsináljuk úgy, hogy felül legyen az inputja. Ilyen kis válogatós. Mondjuk szinte, nem tudom. Jó, ez így. Tudom én már, na. Annyi válogatós gép van már itt, hogy más tudom. Nem, szerintem jó lesz ez így, tehát tud fogadni alulról is. Mindjárt kihalnak és meglátjuk. Jó. És akkor ajajaj, erre nem számítottam, hogy ebbe vannak cuccok. Upsi daisies. Jó, akkor lepakolok nagyon gyorsan, ami nem kell. Mondjuk ez a rengeteg szar. Szarvas, ha, az nem kell.
illetve kell, az Atargic Gate, azt el is feledkeztem, csináld akkor azt, amíg én nem vagyok itt, hogy igazából ez gyorsan kész lesz, nem? Aha. Jó, amíg készül, addig összeszedem a méheket a túloldalon, mert egy kicsit ez összederpeltem. Ez egy szó? Szerintem ez egy szó? Összederpelni valamit. És akkor innen meg bemegy majd egy chestbe. A quiz kicentrifugált bármi akármi. A falat meg igazából visszacsinálhatom, kivéve ezt az egyet. És akkor beeswax meg a honey drop az mehet be ide. És akkor majd itt szépen át fog jönni egy a Atargic Gate, ami automatice átviszi majd az utcokat. Aha, pont fordítva, majd így. És akkor ide kell majd egy a Atargic Gate, és akkor valamennyire automatizálódunk. Igen, jól mondtam ki, helyes. Tehát, van már ilyen. Mi kell még egy sima gate? Az, meg hogyha még egyszer berakom ide, akkor az úgy csinálja. Zsír, haladunk valamerre. Az energia kérdése már egy ideje nem foglalkozom, mert hát végül is el vagyunk vele. Valamennyire. Nézzük már meg a magolaj helyzetet, hogy mi a szitu. Kevés, továbbra is. Meglehetősen kevés. A fang meg továbbra is meglehetősen sok. Mivel még továbbra sem tudom, hogy mit fogunk csinálni. Szóval ez egy érdekes kérdés lesz, mert ha ide jövök, akkor itt is van már 181x64, Jézusom! Mit fogok én ennyi szarral csinálni? Hát... nem igaz. Fogalmam sincs igazából, valószínűleg kidobom egy idő után, megint esteledik. Akkor ebből gyors alvás lesz, Jujumator esetleg termelődött? Egy. Hát... nem sok, de kevés, szóval... Oké, egy gyors alvást, akkor megejtünk, és akkor visszatérünk a méhekhez. Remélhetőleg már egy a Target Gate-tel, hogy ilyen szintű automatizálást is tudjunk már végezni. Aztán... jó, meglátjuk, nem tudom mi lesz utána. Minden kiderül időben. Na, szóval hogy áll lent az a akármi, bármi, akármi? Még csinálja a gate. De mindjárt kész, szóval jó lesz ez. Kész vagy már? Igen. És akkor kell egy ilyen, ilyen és egy ilyen egy a Target Gate-hez. Hogyha jól emlék... ó, nem méh, nem... nem méhekből készül az a Target Gate, na így. Jó, na most ez még 20-30 ezer év, és már kész is. Közben megnézem az etanolt, hogy pluszba... ó, ez tök jó, pluszba termelünk etanolt. Akkor lehetne még engine. Lehetne még biogas engine. Csináljunk egyet? Lehetne, mert hogy... van anyag, van etanol hozzá, meg ide be lehetne sűríteni egyet, simán. Vagy nem, nem tudom, hogy ennek a helyére, vagy ezután, vagy igazából bárhova be lehet még sűríteni. Jó, hát ezt mind felvételen kívül fogom megcsinálni, mert ez viszonylag unalmas művelet. A Target Gate, kész. Zsír. Oké, akkor ezt gyorsan átviszem. És akkor egy ilyen magasabb szintű automatizálás is már akkor meg lesz. A Target Gate Redstone Signal Off Energy Pulsar. És akkor ebbe a csehzben majd át fog hozni minden. Tök jó, ezt is akkor megcsináljuk. Most kiesett valami? Láttam, hogy jön. Nem tudom. Oké. Nagyszerű, és akkor ez most mit csinál? Ugyanazt, mint a többi? Tehát ez a beeswax meg honey drop ugyanazt csinálja teljesen? És ez? A mundane? Ez ugyanazt csinálja? Hát ez honey dropot dobott tulajdonképpen csak. Ó, meg egy hógolyó. Hát az aztán nekem annyira kell. Na, ez meg mi? Ez a soul shardos akármi? Lehet. Jó, tehát összefoglalva. Kész ennek az automatizálása, annak még nincs. És ez valószínűleg nem is lesz már ebben a részben. Ez valószínűleg legközelebb lesz. Igen. És akkor meg ki kell találnom valamit arra a teljesen valószínűtlen esetre, hogyha itt betelne a Meadows. Mert látjátok, nem gyorsan termel, tehát egyáltalán most is csak 3 van. Miért van nekem ennyi királynőm, és eznek miért van arany koronája? Ennek arany koronája van, ennek meg sima, barna. Miért van ez?
Kéne nekem egy Beolizer, hogy ezt megtudjam. Mennyibe kerül? Így a rész végére lehet, hogy belefér. Egy Beolizer. Itt van, Beolizer. Jézusom. jó, hát nem csinálunk egy Beolizert, úgy döntöttem. Viszont amit csinálhatnánk, az ültetni fákat a környéken, hogy azt is mutálják. Ültessünk fákat a környéken? Vagy egyelőre még nem akarunk ilyen durvaságokkal foglalkozni. Egyelőre még nem akarunk ilyen durvaságokkal foglalkozni, az majd legyen később. Oké. Jó. Hát akkor a mai részben is csináltam valamit. Mondjuk nem sok mindent, de csináltam valamit, szóval ez annyira nem rossz. És akkor legközelebb nem tudom, mit csinálunk. Azt majd kitalálom idővel, órával. Az ott egy a Target Gate volt? Hogyha ezt én tudtam volna korábban, az igazából nem is lenne rossz. Akkor el tudom kezdeni annak az automatizálását is. Enne, a másiknak. Jep, na mint mondtam, akkor én ezt most megcsinálom. Akkor legközelebb találkozunk szerintem még egy kis méhészkedéssel. Viszont... Még nem. Még nem akarom elkezdeni, hogy spriccoljanak össze-vissza. Szóval, viszont én akkor mára köszönöm a figyelmet. Szép napot!